figyelj! Te, gyere fel! Jelbeszéddel, pantomimezni is fogunk a műsorban. Jelbeszéddel többre megyek, ahogy nézem. Kérdezem, hány éves, megmondja a nevét. Mondom, hogy pirosban jön fel, feljön egy lány. Nem kérdeztem, hány éves vagy, de mindegy. Csapjál bele! Hú, ezt levehetjük egy pillanatra? Á, igen. Olyan szép magyarosan, á, igen. Volt benne kis német, meg egy kis akcentus szlovák. Á, igen. Á, igen. Azt mondja, á, igen. Hát akkor az úriembernek lecseréltük a sapkáját egy ilyenre. Nagy tapsot kérek neki. Ó, várjál, kajla a fület, te sokával fogsz kinézni. A varázs sejem kendőmet leköpenyezték. Hihetetlen. Te tudsz sírni? Hadd hallom, hogy sírsz. Kegyetlen a közönség. Nincs mondás. Na szóval. Ez volt a sírás. Ebbe a kezemben nincs. Ebbe a kezemben nincs. Ki kéne vegyem mondjuk hanyadikra? Elsőre vagy másodikra? De nehezet adtok. Elsőre kivegyem a patlival, úgyhogy nincs is rajta a kezem. Na jó. Figyelem, figyelem. Ott van még az egész patli kártya? Így is megmutatom. Nem ez volt, ugye? Jó, gondoltam. Ez volt? Nem ez volt? Most nem ez volt, igen vagy igen ez volt? Ne szédítsetek már meg gyereket! Szóval ez volt? Ezt húztad ki az elő? De jó az úriembernek, kérek egy hatalmas nagy tapsot, nagyon-nagyon jól tette be a kártyát! Az úriembernek csinálunk egy extra hosszú nyakú zele fántot ajándékba, és most jön a műsor lényegi része, a fekete, az aranykártyák. Én belehelyezem valahova tetejébe, hogy ne kelljen 73-ig számolni. Szeretném, ha megtippelni, hanyadik kártya a fekete. Mondj egy számot 1-től 10-ig. 10. Akkor figyelj, megnézzük. Azt mondja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hát ez nem talált. Úgyhogy maradsz csak a lufival, meg egy nagy tapssal. Csináljunk úgy, mintha rossz kártyáink lennének, ilyen mérgesek. Tudunk mérgesek lenni? Nézz a kártyára mérgesen. Ugye csúnyán tűzni. Most nézz a kártyára, és csináljunk, mintha ásítanál el most vagy. És bele is törölt a nyálát, így a pólójába végig csípő. Mattam így. Most úgy kéne, ránézel a kártyára, és azt mondod, nagyon ügyes volt, kérek neki egy hatalmas tapsot, nagyon ügyesen megcsinálta a feladatot. És készül az elefánt. Micsoda? Jaj, már megint egy zsiráfot csinált, egy reflex benne van a kezemben, uram. Na most figyelj, most jön a lényegi része. 1, 2, 3, 4, 5, egy hatalmas napsot neki! Nagyon ügyes vagy! Na figyelj, akkor ezekből a kincsekből, ez tetszik jobban, vagy ez tetszik jobban? Figyelj, nem foglak megszúrni, ide beletesszük a pólódba, jó? Átlukasztjuk a pólódat, ennek anya nagyon fog örülni. Ide rátesszük, és te vagy az áll!